Sziasztok, Szörvővé vagyok az Efestekből, és mint ahogy láthatjátok, most egy egészen különleges környezetben vagyunk benne, mert vendégül látott minket Láposi Dávid, akit én kerestem fel. Dávid fényeréssel foglalkozik, és egy kicsit a Nikon Z9 anyagairól szeretnék veled beszélni, illetve hogy általánosságban egy-két ilyen információt szeretnék átbeszélni veled ebben a Miltz hibrid kategórián belül. Állok elébe, én is üdvözlök mindenkit, remélem kibírjátok ezt a hosszú dumát, remélem mindenkinek izgalmas lesz. Igen, itt vagyunk a Nappalimban, a Home Studiomban. Körülbelül 6 éve mozgok a horror világában, 10 éve a filmezés világában. Ez alatt begyűjtöttem jó sok tapasztalatot, és nagyon szeretem az ilyen geeky, belemenős éjszakai troubleshootokat, úgyhogy azért vagyok itt, hogy megpróbáljak komplex kérdésekre nagyon közérthető válaszokat gyártani, mert a TikTok, Instagram, YouTube világában az információ gyors áramlása az kulcs. 3, 2, 1. A mai adás az nem jöhetett volna létre amúgy a Tripont nélkül, akiknek köszönhetően megkaptam az Z9-et tesztelésre, és a Triponnál ez meg is vásárolható az Z9, illetve ki is bérelhető, illetve nagyon szeretném megköszönni Cetele Győzőnek a lehetőséget, hogy kölcsön adta a technikáját ahhoz, hogy ez az interjú létre tudjon jönni. Kaptunk kölcsön tőle kamerát, optikát, illetve mikroportokat is, úgyhogy ha ilyenekre van szükségetek, akkor keressétek fel a Cetele-t nyugodtan. Hányszor szoktál találkozni Miltz kameráknak a képeivel, mint fényerő, és hogy úgy általánosságban te hova kategorizálod a Miltz gépeket? Ezek a kamerák általában mindig ugyanazt tudják, amit a nagy testvéreik, csak tele vannak olyan buktatókkal, amikre fel kell készülni és amiket kezelni kell. Hogyha megkaptam a referencia vágatot, akkor utána viszonylag gyorsan megkérdezem azt, hogy ez milyen kamera, és most ez teljesen mindegy, hogy Miltz vagy nem Miltz. Utána olvasok, hogy annak esetleg milyen hátliai vannak, hogyha még nem dolgoztam vele, de általában azért a referenciavágatban már konkrétan kiderül az, hogy most mik a megoldandó problémák, hogyha pedig az internet nem ad erre lehetőséget, akkor általában a tesztelés szokott lenni a következő, vagy tesztelés lesz a következő fázis, és ahogy itt is hoztad ezt a kamerát, nem voltunk benne biztosak, hogy most ez dual natív, vagy dual gain, vagy ez most... Mennyit, hogy ezt az Z6-ot, igen. Igen, hogy ez hogy van, és akkor ráraktuk a kis fekete leplet, és megnéztük, hogy neki a második lépcsője az ISO 5000-nél van, és akkor így rájöttünk, hogy akkor lehet oda expózni. Úgyhogy... A teszt az nagyon sokat segít, teszteljetek sokat. Általában téged utóra keresnek fel, miután leforgatták az anyagot, és utána adják oda ezeket, ugye? Hát igen, ez a szörnyű helyzet. Nyilván a nagyobb filmek kiváltsága az, hogy a kameratesztem még a kolorist is ott ül, vagy a DIT-val közösen megbeszélik, hogy akkor most ez hogy néz ki, vagy az operatőr mit akar. Mondjuk tegyük föl, én azt mondom, hogy nem szeretem a Sony-nak a színeit, de mondjuk a Nikonnak a színeit szeretem. Ez neked, mint fényerőként, ez nem mond semmit, mert úgyis utómunkában hozott helyre, nem? Vagy ez hogy működik? A forgatáson az a legfontosabb dolog, hogy az elkészült kép, ami már egy lutos kép tulajdonképpen, tehát be van világítva a szett, az jól néz ki, az a legközelebb legyen a végeredményhez. A color correction az a része a munkánknak, ami nagyobb szeletet, tehát egy ilyen 80%-ot vesz el. Ilyenkor javítjuk a produkció azon momentumait, amit éppen nem tudott az operatőr kontrollálni, legyen szó időbeli különbségről és emiatt fényváltozásról, vagy egyszerűen valamilyen produkciós büdzsé miatt, és az alacsonyabb költségvetésű filmeknél ez azért gyakran előjön. Próbáljuk korrigálni azokat a dolgokat, amiket az operatőr vagy nem állított be, vagy egyszerűen tényleg nem volt rá kapacitása. De tulajdonképpen mi az operatőrnek a technikai szeme vagyunk. Tehát a color az arról szól, hogy ezeket a hibákat javítod. Illetve, hiszen a dramaturgia meg az operatőrnek az intuíciója az azt mondja, hogy ez a jelenet ez így fog kinézni, én így akarom megfesteni ezt a jelenetet, kolorban erősíthető. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy ez egy nagyon romantikus jelenet, viszont mondjuk a nap az nem volt annyira piros, mint amennyire ő akarta volna, akkor mi ezen tudunk korrigálni, és ez már inkább közelít a gradinghez, ahol a colorist az ő eszközkészletével hozzáad egy
egy erős injekciót az anyaghoz, és hogy egy nagyon picit visszatérek ezekre a Mills gépekre, meg hát erre a Prosumer szériára, itt az a helyzet, hogy ezek a nyersanyagok sokkal nehezebben módosulnak, sokkal több hákliuk van, amit kezelni kell, hogy olyanok legyenek, mint hogyha ez egy nagyobb kamerával lett volna. Hát igazából felvéve. A legnagyobb hátránya ezeknek a hibrid, illetve alacsonyabb értékű kameráknak, mondjuk egy Arrihoz képest, hogy sokkal kevesebb a tartalék benne, ezáltal, hogyha utómunkában kell valamit helyrehúzni, vagy korrigálni, vagy dramaturgiailag módosítani, akkor sokkal kisebb lehetőség van rá. Igen, ez így tömören ennyi. Ezeknél a hibrid gépeknél nagyon sokszor lehet találkozni azzal, hogy különböző színprofilok vannak, én színprofilnak hívom, vagy színkezelésnek, hogy van ez a logos kép, az ilyen standard, meg hogy picture profile lehet beállítani. Mit jelent az, hogy logos kép, mert a legtöbb ilyen hibrid gépnél megvan a saját márkájhoz illő logja, hogy az S-log a Sony, N-log a Nikon, a többiekét nem tudom, de az is valami ilyesmi. Hogy, hogy mit jelent az, hogy log? Tudnék adni egy nagyon hosszú és száraz választ erre, amit most inkább kihagynék, inkább próbálok valahogyan sokkal barátibban válaszolni erre. Alapvetően a kép az stoppokból áll, és mondjuk, hogy az ember az egyik internetes leírás szerint 24 ilyet lát, a másik szerint 30 ilyet lát. A kamerák lineáris állapotban, tehát hogyha kiveszel egy iPhone-t a zsebedből, és rámérsz a fényre, akkor az körülbelül egy ilyen 8-9, adott esetben 10 blendét is tud láttatni. Ezeket a stoppokat, ezeket a kamera az elosztja lineáris esetben, és azt mondja, hogy a legsötétebb pontom az fekete lesz, a legvilágosabb pontom pedig fehér lesz. A logaritmikus rögzítés az tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ezek a stoppok nem lineárisan, egységesen helyezkednek el egymáshoz képest, hanem van bennük egy logaritmikus görbe, ami adott esetben bizonyos tartományokban több információt tud elrögzíteni, és bizonyos tartományokban meg kevesebbet. Az, hogy az egyik log ilyen vagy olyan, az mindenkinek a sajátja. Tehát, hogyha róból indulunk ki, akkor a Sony Sonyt lát, Oliver Olivert lát, Dávid Dávidot lát, ez tényleg így van, mindenki másképpen lát, és az Ari az meg Arit fog látni, Ari White Gamutot, hogy pontosak legyünk. Hogyha nem róról van szó, akkor valamilyen videókonténerbe kell ezt az anyagot lerögzíteni, és a videókonténernek meg lehet mondani, hogy kedves videókonténer, kedves gyártó, barátkozzatok össze, és innentől kezdve ez ne lineárisan történjen, hanem logaritmikusan. Van még egy példa, ami egyszerűvé teszi ennek az egész logaritmikai világnak a megértését, hogyha el akarsz jutni A-ból B-be, akkor ugye a leggyorsabb pont erre az egyenes. És most nem az Interstellar fog előre jönni, mert hogy nem a féreglyukakról beszélgetünk, hanem arról, hogy mi van, hogyha az a célod, hogy ne gyorsan juss oda, hanem lassan. Erre ad megoldást kb. A logaritmika ebben az esetben, ahol azt mondja, hogy a fekete az ahelyett, hogy nulla szinten rögzülne, le tud rögzülni mondjuk 20-an, és hogyha van alatta még annyi, amennyi belefér, akkor nem vágja el a kamera, és mondja azt, hogy ami nulla alatt van, azt nem rögzítem le, hanem azt mondja, hogy jó, hát ebben még van egy kis craft, ott még lehet, hogy van némi info, ezt én digitálisan ki tudom onnan emelni, majd én visszarakom szépen nullára a feketét, amennyire én akarom. A highlightoknál ugyanez a lényeg, fölül nem, mit tudom én, 2-3 stoppod van, hanem elgörbül ez a logaritmikai görbe, és ott többet tudunk megőrizni. A digitális világban nagyon-nagyon-nagyon kell arra vigyázni, hogy az ISO-nak melyik, tehát tulajdonképpen melyik ISO-t használjuk, mert ugye ez a latitudot folyamatosan be fogja folyásolni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk az Arri Log C base ISO-ja 800, és ha 1600, bocsánat, hogyha a középszürkére exponálunk, akkor fölül lesz 6,7 stop, alul meg 5,8 stop, most mondtam valamit, pontosan nem tudom, vannak ilyen grafikonok az interneten, ott meg lehet nézni pontosan, de hogyha elshifteljük az ISO-t, attól amíg a dinamika tartomány maradni fog, viszont a stoppok aránya, hogy mennyi van fölül és mennyi van alul, az erősen változik. Akkor, hogyha jól értem, az, hogy a kép az logos, vagy bármilyen, az a színekbe az nem szól bele, ez inkább a dinamika tartományba szól bele, ugye? Kettő dolog van, ami ebben a világban félreérthető lehet, és ezt gyakran félreértik egyébként a hatalmas cikkek is, amik nagyon-nagyon high-end emberektől jönnek, és ez pedig kb. A color
space-nek a definíciója. A color space az egy gyűjtőszó. A color space az egy workflow elem. Tulajdonképpen kettő dologból áll. Áll egy gamutból, meg áll egy gammából. Ez a kettő dolog különbözik. A gamut az megmondja, hogy az az adott szabvány, az mennyi szint tud leírni. A gamma pedig leírja, hogy az hogyan jelenik meg. Ugye most csak Standard Dynamic Range-ről, SDR-ról beszélgetünk, mert a HDR az ugye másképpen működik, ott van egy PQ görbénk, ami inkább hasonlít a logaritmikus rögzítéshez, meg ahhoz, ahogy az emberi szem lát, de amíg SDR-ról beszélünk, addig gammánk van, és ez egyébként a televíziós szabványnál REC 709 mint gamut, és 2.4 mint gamma. Hogyha a számítógépről beszélünk, akkor a számítógépnek Office felhasználás miatt a gamutja az sRGB, a gammája pedig egy kicsit világosabb, hiszen világos környezetben nézzük a gépeket, az 2.2, a 2.4-hez képest, ami még egyszer REC 709, ITU és a TV-nek a szabványa 2.4-es gammával. Logos képben ez mit jelent? Mondjuk a Nikonnak zöldebb a logos képe, mint a Sonynak. Hogy az miben lehet, hogy színben például így eltér a kettő? Azt, hogy egy kép alapvetően miben tér el a másiktól, az valószínű, hogy szenzor és color science kérdése, ugyanis a Nikonnak a tudósai Nikon tudós szemmel nézik a világot, és azt mondják, hogy a mi valóságunk az Nikon tudós lesz. A Sonynál meg azt mondja, hogy hagyjatok minket békén, Nikonosok, mi nekünk van a saját scientist csapatunk, és akkor majd ők jól megnézik, hogy meg ők mit látnak. Szóval az, hogy a szenzor mibe különbözik, az alapvetően erről szól, hogy ők úgy gondolják, hogy ez a valóság, ők meg azt gondolják, hogy ez a valóság. A szenzor közti különbség az igen, ezt fogja igazolni. A legfontosabb az, hogy a setben a kép a legközelebb legyen ahhoz, ami a végeredmény lesz. Tehát a kiinduló pont, amiből kiindulok, mint colorist, az nagyon fontos. Hogy az lehetőleg, tehát ne kelljen rajta annyit korrigálni. Ezt lehet korrigálni luttal, lehet korrigálni color managementtel, lehet korrigálni kézzel, mégis azt gondolom, hogy technikai értelemben azok a toolok, amik rendelkezésünkre állnak, azok általában egy olyan csapattól jönnek ki, pláne hogyha hivatalos technikai útról beszélünk, akik ezeket kimérték. Tehát azért érdemes talán használni a saját eszközeit, gondolok most itt a beépülő Blackmagic Color Space Transformra, vagy adott esetben a technikai lutra, amit mondjuk a Nikon kiadt, tehát hogy a Nikon N-Log2 REC 709, az egy technikai lut, nem kreatív, hanem technikai lut, és hogyha azt használod, akkor ahhoz lesz a legközelebb, amit a Nikonék kimértek. Fontos megállapítani, hogyha valaki mondjuk logba rögzít, vagy SDR-be, vagy akárhogy rögzít, ha fényelésre fog kerülni, akkor a színek kvázi módosíthatóak bizonyos limitekig, de hogy az a minimális eltérés, amivel mondjuk egyik kamera eltér a másiktól, olyan szinten valószínűleg helyrehozhatóak, inkább a dinamika tartományt választja ki ezzel az ember, hogy mondjuk egy logos képen sokkal nagyobb dinamikába fog tudni forgatni, ezáltal sokkal több tartaléka lesz utómunkában. Egy kicsit beszéljünk erről a lutról, hogy mi az a lut, és mikor használjunk lutot, és mikor érdemes mondjuk, vagy mi a különbség a lut, meg mi a különbség a között, amit te tudsz csinálni. Lehet nagyon sok különbség, és lehet egyáltalán semennyi különbség sem. Egy picit messzebbről indulnék, remélem nem haragszotok meg emiatt. A colorist fő feladata az, hogy az operatőr támogassa technikai értelemben. Az első kérdések egyike a sessionen, hogy miből induljunk ki. Ilyenkor az operatőr dönt erről, ha nincs az operatőr, akkor pedig vagy nem ér rá, vagy nem akar ebbe dönteni, vagy rám támaszkodik, akkor én pedig eldöntöm, hogy mi a legjobb az anyagnak. Ez egy nagyon bonyolult eszközrendszer alapján dől el, erről nem is beszélnék, mert fölösleges. Viszont az esetek nagy többségében azt mondhatja az operatőr adott produkciónál, hogy hát nekem ott a setben rajta volt egy REC 709-es lut az anyagomon, abból szeretnék kiindulni. REC 709. Mi a REC 709? A TV-nek a szabványa, mert hogy mondjuk ez egy TVC, TV commercial, és a TV-ben a szabványnak megfelelően akar eljárni. Azt mondjuk, hogy jó,
akkor induljunk Irak 709-ből. Hát igen, ugye, bocsi, hogy közbevágok, ugye ez a lényeg, hogy az ember, amikor egy fényerőhöz viszi, akkor oda azért viszi el, mert ő kép, van egy standard referencia, amire ráfényel, és az egy szakmailag elfogadott dolog, hogy az valószínűleg mindenhol ugyanazt fogja kiadni, ugye ez szerint van a fényerés. Ezért nem tud az ember otthon egy 15 000-es gagyi, be nem kalibrált monitorral fényelni, mert lehet, hogy az ő monitorján jól néz ki, de egy teljesen más monitoron meg borzasztóan rosszul fog kinézni. Kimondtad a kulcs szót, nem kalibrált monitoron. Ugyanis jelenleg a technológia szerintem belépő szinten 40 000 forint fölött már teljesen alkalmas arra, hogy az REC 709-ben tudjon helyesen működni, de ahhoz be kell kalibrálni. Nagyon fontos, hogy egy csomó olyan dolog van, amit ki kell kerülni. Tehát, hogy megint mi a cél? Az, hogy a kamera, kis SDI kábel és a monitor az direkten legyen összekötve, a kamerának el legyen mondva, hogy a kimenőjel az bizony REC 709-24, a kábel az átviszi, olyan kábel kell, a monitornak meg megint el kell mondani, hogy igen, ez REC 709-24. Hogyha logaritmikus rögzítésről beszélünk, akkor a kamera az mondjuk Nikon N-Log, akkor a monitornak el kell mondani, hogy ő bizony csináljon egy output device transformot kifelé tulajdonképpen, egy Nikon N-Log Touareg 709-et. Kb. Ez a color managed és a scene referred közti különbség. Hogyha van valamilyen automatika, ami képes ezt matematikailag feldolgozni, akkor meg tudja neked úgy jeleníteni azt a képet, ahogy te látni szeretnéd. Egyéb esetben szürke árnyalatos, illetve lapos képet fogsz látni, mert a megjelenítőd ugye nem erre van kalibrálva, nem az Nikon N-Logra van kalibrálva. Ezzel szemben HDR-ben, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk ennek a monitornak, itt ennek a csodás Flandersnek, aminek nagyon-nagyon örülök, Video Assist Hungary Rozgonyi Balázs, hogyha ezt itt be lehet mondani az adásba, beállítom, hogy ő Sony S-Log 3, S-Gamut 3 színét jelenítsen meg, és ráküldök egy Sony S-Log 3, S-Gamut 3 jelet, és berakom HDR módba, akkor viszont pontosan azt fogom látni, ami a valóság, és nincs többé flat kép, mert hogy elmondtam ennek az eszköznek, hogy ez a jel, amit kap, és ezt ő meg is tudja jeleníteni. Azért tudja megjeleníteni, mert az 50 000-es kategórián kicsit átléptünk itt. Szerintem, aki S-logot akar megjeleníteni, az nem ússza meg. Hát legjobb esetben mindenféle para után egy ilyen millió, tehát hogy körülbelül az, amit így kb. Így meg tudna jeleníteni, de a hivatalos broadcast monitorok, meg a referencia monitorok azért ott azok nagyon durván zsebbenyúlósak, tehát hogy 2 milliótól 10-ig körülbelül. Ugye most a Nikon Z9 a témánk, ezért például kérdés tud az lenni, hogy mondjuk egy DaVinci-be, vagy egy bármilyen feldolgozó egységbe benne van ez az a konvertálási lehetőség. Ezek mennyi időnként szoktak amúgy frissülni? Nagyon jó a kérdés, mert ha az ember belenéz a Blackmagic-nek a történetébe, akkor látja, hogy Blackmagic Video 2 Extended, akármi, Blackmagic Film 4,6K 2, mit tudom én, Blackmagic Pocket 4,6K, mit tudom én, össze-vissza, és van belőle vagy 10. És akkor melyiket válasszuk? Hát ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy Windows 95, 98, 2000, Vista és társai, tehát ez az egész dolog, ez így fejlődik. Rednél is van ilyen, Rednél van Legacy Codec rendszer, vagy nem Codec rendszer, hanem Color Science tulajdonképpen, Color Pipeline, most meg ugye az IPP2-es a menő, mert hogy ezeket a manufaktúrák folyamatosan fejlesztik, és folyamatosan változtatják. Pont ennél a kameránál felmerült... Elintő most az E9? Így van, hogy a kamera tudna többet, de a profil nem engedi, mert nem arra lett kitalálva. Most jelenleg az N-Log ennél a kameránál nem képes lerögzíteni azt a dinamika tartományt, mint amit le tudna rögzíteni a kamera. És ez egy probléma. Hogyha megjelenik a kamerában a RAW, az internál RAW rögzítés, akkor ugye ez az egész fel fog higulni, fel fog lazulni, mert hogy a RAW az ugye egyesek és nullák összessége, tehát ott nem történik semmilyen transformáció, azt fogjuk kapni a számítógépbe, amit a kamera látott pont. És hogyha át akarjuk alakítani, akkor majd átalakítjuk. Ezzel szemben, hogyha tud 14 blendét, 13,8-at, de azt nem engedi az N-Log lerögzíteni, amit egyébként többen ki is mértek, akkor az adatot elveszett, mert megint egy technikai limitáció miatt képtelenek vagyunk ezt leírni.
Na igen, és akkor most átlépünk a következő kérdésre, hogy mi az, hogy RAW, és egyúttal láttam a ProRes RAW-ra, a Blackmagic RAW-ról is teszteket, és ez engem meglepett, ugye elvileg a RAW az a tömörítetlenséget jelent, hogy ami bemegy, az rögtön nyersen küldi tovább. Hogy lehet az, hogy például a ProRes RAW-nál mégis más, Blackmagic RAW mégis más, és hogyha kijön mondjuk a Nikon egy saját mondjuk NRAW-val, mert erről is volt szó az interneten, hogy lehet, hogy más egy RAW az egyiknél, mint a másiknál? Alapvetően a RAW nyersanyag az tömörítetlen, pont. Viszont vannak olyan RAW típusok, amik tömörítettek, és tulajdonképpen majdnem az összes ilyen tömörített, tehát a ProRes RAW is tömörített, mert hogy az Apple ProRes codec áll mögötte. Egyébként annak talán két verziója is van, talán a ProRes RAW-ról tudok egyébként a legkevesebbet, és ennek főleg az az oka, hogy politikai okok miatt a Blackmagic ugye nem támogatja jelenleg a ProRes RAW-t, mert nekik van gyönyörűséges B-RAW-juk, ami ugyancsak tömörített, be lehet állítani a kamerába, hogy ő most 3.1-es, vagy 16.1-es, vagy nem tudom, milyen tömörítéssel működjön, ugyancsak, mint a Red RAW. Az Alexának a RAW-ja az, ami tömörítetlen egyébként, ARX kiterjesztésben, de azt is lehet tömöríteni, de az Ari meg a Codex összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy mi lenne, ha ezt a tömörítést matematikailag végeznénk, ami egyébként loss lesz, és a letöltési folyamatnál számoltatnánk ki a kompjúterrel, ahelyett, hogy a számítógép, ezt hívjuk High Density Encodingnak, ez a HDE, így tulajdonképpen a nyersanyagnak csak a 60%-át töltjük le, a 40% az matematikailag tömörített. Miért nem tömörítetlen egyik RAW, és miért tömörített a másik? Szimplán azért, mert van, amikor nincs szükség erre, és tulajdonképpen a gyártók megkerülték ezt a fogalmat, hogy ez most nem tömörítetlen, mert hogy senkit nem érdekel, mert attól még a minősége az nagyon jó lesz, tehát hogy lényegesen jobb lesz, és azt a tulajdonságát meghagyták, hogy nagyon királyul lehet utána paraméterezni. Tulajdonképpen a manufaktúra alkotott egy kodeket, ami nagyon mély beállítási lehetőségeket garantál a felhasználónak. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy beszélünk most itt ilyen technikai dolgokról, de hogy ha te behúzod az anyagot, és te meghúzod Premiere-be, Lumetri-be a kontraszt görbét egy logaritmikus anyagról, és neked az tetszik, akkor nincs ilyen, hogy rossz vagy jó megoldás. Csak olyan van, hogy pontosabb, meg olyan van, hogy neked mi tetszik. Ugyanis a végeredmény, azt mindig az operatőr fogja elfogadni, vagy te fogadod el, vagy az, aki ezért felelős. Szóval, hogy lehetünk nagyon technikaiak, és be lehet mindent nagyon tüchtigre lőni, és nagyon király, de hogy a végén úgyis vagy az lesz a kérdés, hogy fú, jól beállítottam ezt, mert hogy limitációkba ütközök, és az probléma. Vagy pedig az lesz a vége, hogy ki van égve, az az ég, hagyjad, jó az úgy. A legfontosabbat egy csomószor elfelejtik, hogy egy operatőrnek úgy kéne tudni komponálnia a képet és bevilágítania optimális esetben, hogy akár egy iPhone-nal is föl lehessen azt jól venni. De az, hogy kijön mondjuk például a Nikonba az, hogy RAW lehetőség van, ez tökre jól hangzik. Csak az egy másik kérdés, hogy kinek van erre szüksége. Meg hogy mire, mert mondjuk egy ilyen géppel, mondjuk akár csak egy Nikon Z9-el vagy Sony A1, A7-es, bármi ilyesmivel, én nem, nehezen tudok olyan helyzetet elképzelni, ahol az embernek RAW rögzítésre lenne szüksége. Kettő dologról érdemes itt beszélni. Az egyik az expozíció. Exponálni tudni kell, és ezt megcsinálja helyetted az automatika, és ha úgy van, de azért érdemes tudni azokról a kis nüanszokról, amit a kamera adott esetben azért, mert 1 millió forint, és nem 10 millió forint, folyamatosan megmutat nekünk, tehát ezekre föl kell készülni. Hogyha helyesen van exponálva az anyag, az azt jelenti, hogy az operatőr érti, hogy mekkora dinamika tartománnyal áll szemben, érti azt, hogy az hogy fog megjelenni adott esetben abban a gamutban, abban a gammában, ami neki szükséges, tudja a kamerának a beállításait ehhez. Nagyon egyszerű egyébként általában, hogyha a nüanszokat nem nézzük, van a kamerának egy base ISO-ja, és a base ISO
az a 18%-os szürkét egy adott IRE levelen tudja tartani. Ez például az A7S3-nál 55 IRE. Ez az IRE, ez egyébként van a waveform monitor, és akkor az 0-tól 100-ig megy általában, hogyha így van kifejezve, ez az Institution of Radio Engineering, vagy nem tudom micsoda. A középszürke pedig nagy általánosságban, és mellőzve megint a nagyon mély technikai dolgokat, az arcbőr. Illetve az, amit a képen meg akarsz mutatni, tehát amiről szól a kép, ami kb. Az origója így a képnek, mondjuk így, de hogyha van color chartod, akkor azon van 18%-os szürke, tehát middle gray, és azt belövöd erre az IRE levelre, a base ISO-n, akkor elég valószínűen fölül lesz. Tehát arányítva lesznek a stopjaid alul és fölül, kivéve a filmszalagnál, meg mindenféle ilyen dolognál. Ez az expozíció, ez nagyon fontos belőni, mert hogyha ezt így veszed föl, akkor onnantól kezdve, ha a dinamika tartományos címmel, semmit nem fogsz levágni, semmit nem fogsz kiégetni vagy bebuktatni. Tehát technikai értelemben jól lett exponálva az anyagod. Erről majd egy külön adást fogok szerintem majd készíteni, igen, mert én sem vagyok tisztában ezekkel, meg szerintem ez egy fontos dolog, amivel nagyon sok ember nincs tisztában, hogy hogyan kell jól belőni ezeket. Így van, és nagyon nehéz akkor, amikor az ügyfél már üvöltözik, el kellett volna kezdeni a dolgokat, melletted meg a talent, hogy úristen, hogy néz ki a hajam meg, és te vagy ott, és akkor próbálod a lámpát egyszerre állítani, meg elindítani a recgombot, és tartod a boomot, szóval, hogy nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, de hát a DIT azért van, hogy levegye a válladról ezeket a terheket, szóval, hogy ő megcsinálja az expót. Most a Nikon Z9-től egy kicsit elmenve, tetszik ez a téma, amit most mondtál, mert például én Blackmagic-el futottam össze, amikor nálam volt tesztelésen, hogy ott volt ugye lehetőség ez a Blackmagic RAW bírónak a különböző tömörítési irányaira. És azt vettem észre, hogy azt hiszem 8:1-nél ugyanannyi idő fért a kártyára, mint mondjuk a ProRes HQ-nál. Hogy akkor te például, vagy nem az, hogy te, hanem mint fényerő, ilyenkor azt javaslod, hogy inkább legyen bíróban nagyobb tömörítéssel rögzítve, mint mondjuk ProResben az anyag? Mindenféleképpen, egyértelmű. Mert az én fejemben az volt meg, hogy minél nagyobb tömörítést választok ki, annál jobban elveszik az anyag, vagy nem is tudom, hogy a fejemben valamiért az van meg, hogyha azt választom ki, most csak mondok egy random számot, 300:1 legyen a tömörítési arány, akkor sokkal kisebb az adat, és ezért valószínűleg kevesebb is az adat, de akkor ez hibás ez a feltételezés. Nagyon finoman bánok azzal szóval, hogy mi a hibás, és mi a nem hibás, mert hogy ahogy beszéltük, a forgatott, az a lehető legközelebb legyen a végeredményhez, minden más csak biztonság tulajdonképpen. Szóval a hiba az relatív. A másik nagyon fontos dolog, amiről a beszélgetésünk elején esett szó, hogy tesztelni kell. Ha neked megfelel az, hogy ez így néz ki, és ennyire van tömörítve, és ha beraksz egy emberi arcot, mellé egy highlightot, mondjuk egy szembevilágított lámpát, tudod, amikor ilyen teszteket szoktak csinálni, akkor az egyiket leforgatod ProResben, a másikat meg leforgatod bíró, mit tudom én, 1:16-ban, és akkor összenézed a kettőt. Amikor kijött a Pocket 4K, akkor én pontosan ezt csináltam. Bejöttem ide a stúdióba, csináltam egy latitude tesztet, meg csináltam egy dinamika tartomány tesztet, és azt vettem észre, hogy a dinamikája az minden esetben fix lesz, és egyébként a Pocket 4K-nál különösen fontos az, hogy az ISO lépcső tekintetében, illetve expozíció tekintetében tudjad, hogy mit rögzítesz, mert ott a ProRes képes ilyen 85%-nál vágni egy hatalmasat, hogyha rosszul van beállítva, és akkor tulajdonképpen elveszítettél elég sokat a tetejébe, szóval ott nagyon fontos. Tudok olyan nagy amerikai sorozatról, ami jelenleg itthon ProResben forog, és úgy forog, hogy az operatőr azt mondta, hogy neki ez jobban tetszik. A DIT azt mondhatja, hogy figyelj, a RAW az kevesebb helyet fog foglalni, sokkal jobban lehet hozzányúlni, és azt csinálsz belőle, amit akarsz. Az operatőr meg erre azt mondja, hogy bocs, én vagyok az operatőr, én nekem tetszik az a tömörítési algoritmus, amit a németek kitaláltak, bocsánat, amit az Apple kitalált, és kész. És innentől kezdve ő dönti el ezt az egész szitut. Ezért a gyártásnak lényegesen több Winchestert kell vennie, a letöltési idő lényegesen hosszabb lesz, és unblock a kártyákat sokkal kevésbé lehet használni. Amiről most beszéltünk, az engem azért lepett meg, mert én
eddig azt hittem, hogyha mondjuk mit tenni, Blackmagicnek a 12.1-es Blackmagic RAW tömörítési arányát választom, akkor az a rosszabbul járok, mint hogy a ProRes HQ-t választanám, mivel azt látom az adatokban, hogy arra egyikre több, másikra kevesebb adat fél rá, de hogy akkor ez teljesen ez így nem igaz, ahogy én állítom. Nincs olyan, hogy rossz döntés. Olyan van, hogy neked jobban megfelel, mint az egyik vagy a másik. Én úgy gondolom, a személyes véleményem az, hogy ha lehet választani a között, hogy RAW-t rögzítünk, vagy ProRes-t rögzítünk, és ennek csak az a különbsége, hogy az adat az mekkora helyet fog foglalni az adott háttértáron, akkor én inkább a RAW-t preferálom. Ja, ez azt jelenti, hogy amit mondasz, az legit, szerintem az úgy van, de ez megint egy nagy szerintem az én részemről. Én biztosan a RAW-t fogom preferálni, és szerintem a koloristok nagy többsége is. Kicsit beszélve a lootokról, hogy például a Nikon Z9-nél volt egy olyan pillanat, ahol ráraktam a lootot az anyagra, és a háttérben a felhő olyan, mintha RSD-t szívott volna az ember, hogy egyszerűen szétváltak a színek egymástól, és egy nagyon fura, nem tudom elmondani, majd a példában majd látni lehet majd, hogy miről van szó. Miközben, hogyha loot nélkül kezdtem el fényelgetve úgy összehúzogatni a dolgokat, akkor sokkal jobban visszajött a felhő, és sokkal jobban a valóságot láttam, csak a színekben nem tudtam én reprezentálni azt, amit a loot úgy színei megadtak. Nagyon jól kipointoltad a beszélgetésből azt a részt, ami valójában a kérdés mindig, és az pedig az, hogy na most akkor a monitorom nem jó, vagy a nyersanyagom nem jó, vagy a loot nem jó. És hát ugye ez a koloristságnak, meg kb. A kolornak az egyik legnagyobb ilyen szépsége az én szemszögemből, hogy érted azt, hogy mi történik a nyersanyag és a monitorod között. És hogyha a között van egy op-rendszer, hogyha a között van egy program, hogyha a között van egy rosszul beállított monitor, akkor azok az eredmények minden esetben ezen nézőpontok alapján megkérdőjelezhetőek. Na és akkor mibe bízunk? Mert hogy ez egy tök fontos, hogy mibe bízunk. A scope-ban. A production scope-ok, azok meg a post-production scope-ok, ugye valami ugye egy és ugyanaz, azok mindig az adott jelet mutatják, és nem kell egyből neónak lenni, hogy értsed, hogy mi van ott. Tényleg a Resolve-ban is van olyan funkció, hogy a pipetta pontosan mutatja, hogy ha ráhúzod a képre, hogy melyik részéről van szó a scope-on, és nagyon gyakran mutogatom itt a workshopon a tanítványoknak, vagy a diákoknak, vagy a jövendőbeli munkatársaimnak azt, hogy nézzenek rá a scope-ra, mert hogy például a 8 bit szétesés az azonnal látszik a scope-on, még hamarabb is, mint hogyha a képen látnád. Ha nem vagy biztos a monitorodban, ha nem vagy biztos a programodban, ha semmibe se vagy biztos, akkor a scope-ban még mindig biztos lehetsz. Itt is, ahogy beszéltük, itt van egy eszköz, és akkor az azon lévő loot az kicsit jobban égeti az arcomat, mint ahogy kéne vizuálisan, de hát azonnal ránéztünk a scope-ra, és akkor validáltuk, hogy az ott bizony nem ég, hanem az pontosan oda van exponálva, ahova kell. Itt akartunk hozzátenni, hogy ez a környezet, amit most láttok, ez egy bevilágított, mesterséges környezet. Nem így szokott nyilván a Dávid fényelni, ez most csak a produkció miatt van így minden elhelyezve, hogy háttérben színes fények, meg minket szemből világít egy lámpa, úgyhogy ez nem a professionál környezet, nem így szoktál fényelni, ha jól tudom. Nem igazán, de a lámpák azok be vannak mérve, tehát amit fényelésnél szoktam használni, az fehér-fehér, tehát az így rendben van. Igyekszem ezekre figyelni, biológiailag elég fontos, hogy ezek a dolgok így helyén legyenek, nem fárad a szemed annyira. Aha. Igen, ez az, aminél például nekem itt is van egy olyan, hogy szembe vagyok vele, és látjuk a felhőket még, itt álljunk meg. Amikor rátettem a lootot erre a képre, akkor a loot az a felhőket teljesen elrontotta. És erre lennék kíváncsi, hogy milyen véleményed erről, illetve hogy te mit csinálnál ilyen helyzetben. Aha. Hát legelőször ellenőrizzük a problémának a létjogosultságát, mert ami a te gépeden be volt állítva, az nem biztos, hogy itt is jelen lesz. Nézzük meg, hogy ez működik-e. Letöltöttük útközben a lootokat, a Nikonnak a lootjai rendelkezésünkre állnak. A projekt az még egyszer sima DaVinci Resolve YRGB, Timeline Color Space, REC 209 szín, ugye ez az alap beállítása a Resolve-nak. A lootokból rádobjuk az első lootot az anyagra, és egyből látszik vizuálisan is, illetve látom a scope-on is, de főleg a pöréden látom azt, hogy itt a felső résznél tulajdonképpen az, amit mondtál, az jelen van.
a LUT az szétszedi itt a felső részeket. Én annyira nem vagyok, tudod, matekos, de elég valószínűleg gondolom, hogy ez abból adódik, hogy a LUT az rosszul van beállítva ahhoz képest, amit a kamera le tud rögzíteni. Ezt ugye valaki kiismerte az interneten, hogy ebből van valamilyen para. A LUT okozza igazából ezt a problémát. Ezt mindenféleképpen a LUT okozza. De akkor próbáljuk meg valahogy megoldani, mert a LUT ugye ebben az esetben használhatatlan. Igen. Próbáljunk meg valami hasonlót csinálni. Csináljunk ebből egy steel-t, ugye jobb gomb grab steel, vagy Ctrl-Shift-G, teljesen mindegy, és akkor vegyük le róla a LUT-ot. Az első dolog, amit megnézek, hogy el tudom ezt érni a Resolve-nak a belső állítójával, vagy ami kb. Ezt itt tudja transformálni. Ez előhívom a Color Space Transformot, itt is van. Rádobom, és akkor megmondom, hogy az Input Color Space az legyen valami, de mivel ez Nikon, ez az eszköz, kicsit nehezebb dolgunk van. Úgy néz ki, hogy Input Color Space itt a Color Space Transformban nincs is, de attól még simán lehet gamma. Meg is van nekünk egy Nikon N logunk, ami behúzta kb. A gammát, és amúgy szerintem exponálva jól van az anyag, egy kicsit crash-el a black, de szerintem azzal így nagyon komolyan nem kell foglalkozni, sőt, hát nem is crash-el, igazából csak nagyon koppon volt, ezt kb. Láttam így a monitoron is, viszont ugye a gamutunk nekünk hiányzik, úgyhogy ezt utána érdemes egy kicsit feljebb szaturálni, figyelve arra, hogy ilyenkor a szaturáció az N-log görbéjéhez képest ugye nem fog úgy mozogni, mint hogyha egy LUT húzta volna be, amit technikailag kimértek. Szóval ebből is látszik most, hogy mellé rakom a LUT-ot, és hogy mit kaptunk, érted? Tehát kb. Ott vagyunk, csak az egyik egy alulexponáltabb dolog, vagy egy alexpós dolog, illetve a színek se ott vannak, ahol lenniük kéne, cserébe az egünk az rendben van. Jó, akkor próbáljuk meg ezt egy másik oldalról megfogni, mert hogy lehet, hogy a Resolve-nak erre van még jobb megoldása. Minden attól függ, hogy hogyan rakjuk össze az egész workflow-t. Csinálok ebből is egy steel-t, hogy kb. Én ezt húztam be így semmi után, tehát most tényleg semmit nem csináltam, csak így expo, tehát így kb. Ennyi. Ctrl-Shift-G-vel megint csináltam ide egy steel-t, és azt mondom, hogy ezt az egészet letörlöm Command-Ctrl-Home-mal, az egész ugye most kb. Delete, és azt mondom a Resolve-nak, hogy én Color Managed-ben szeretnék dolgozni, erről lehetne órákat zengeni, úgyhogy most nem fogok, én DaVinci Resolve Wide Gamut RGB-be fogok most dolgozni, és az OT, az Output Device Transform, az ODT-m, az most ebben az esetben Rec.200 Gamma 2.4, ugye erre is van állítva a monitorunk, azt mondom, hogy Save. Nézzük meg, hogy ez a kép hogy néz ki egyébként ahhoz képest, amit mi csináltunk. Mentek ebből is egy steel-t egyébként, azonnal látom a különbséget, sőt, arra is van lehetőségem, hogy ilyen split view-ba azt mondom, hogy selected grades, selected steel images, bocsánat, megnézzük, hogy akkor most mi a különbség a képek között. Hát én alapvetően azt látom, hogy amit a Color Space Transform, tehát amit a Color Managed behúzott, az a legjobb. Tehát, hogy azt látom, amit én behúztam, sötétebbre húztam a történetet, ehhez képest a Color, tehát a Color Managed Timeline az jobbat csinált instant, mint amit a LUT, viszont nagyon közel van egymáshoz. Annyira kicsit alulszaturáltabb talán a Color Managed. Igen, és az összefüggésben van azzal, hogy itt nem is valószínűleg szaturáció, hanem a tetején a LUT-nak valami probléma van, mert hogy az arcán is én azt látom, hogy itt a highlightok, és akkor egy picit most akkor zoomoljunk itt bele ebbe a történetbe, tehát amikor a LUT-os verziót teszem rá a mi verziónkra, akkor én azt látom, hogy főleg itt a highlightoknál a pirosban van valami para, és hogyha emlékszel, akkor néztük azt a piros píket ott az előzőn, hogy az is lehet, hogy ott valami ott elcsúszott. Mondom, ezt ki kéne mérni, és valószínűleg ilyen kalibrációs ábrákat kéne nézegetnem, hogy most akkor itt valójában mi történik a LUT-ba, és ilyen gyorsan azt most lehet, hogy nem is tudnám megcsinálni, de amit látunk, azt szerintem így full magáért beszél, szóval, hogy én azt látom, hogy amit a Resolve-nak a Color Managementje csinált, az sokkal-sokkal közelebb van ahhoz, amit el akarunk érni, és látod, ott megint az van a vektorszkópon, hogy az a rohadt piros csatorna valamiért túl megy. Tehát az egész egy kicsit itt túl van tolva ott a felső tartományban valahol. Ez a LUT-nak ez egy validált hibája most úgy tűnik, jelenleg is ebben a helyzetben. Igen. Most nyilván azt ugye tudnia kell mindenkinek, vagy hogy tudja mindenki, hogy ez egy zsírúj kamera, a legelső firmware van rajta, és a legelső LUT lehetőség, ezeket jövőben majd valószínűleg korrigálni fogják.
Nagyon sokat beszéltünk ugye eddig az SDR-ről, illetve a szerintem az N-logot is, illetve a logokat, meg a RAW-t is tökre jól átbeszéltük, viszont a Nikon Z9-ben van egy olyan lehetőség, hogy HLG. Ez mit akar pontosan? Mert nem az, hogy pontosan, hanem hogy mi a HLG. A HLG nagyon egyszerűen hibrid log gammát jelent. Ez kb. Egy átmenet a HDR világ és az SDR világ között. Van nekünk egy SDR szabványunk, ami állt egy felbontásból, Full HD, állt egy bitmélységből, 8 bit, állt egy gamutból, REC 709, és állt egy gammából, 2.4. Jelenleg van nekünk egy HDR szabványunk, ami megjelenítési technológia. Nem rögzítési, megjelenítési technológia. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan megjelenítők, amik képesek az SDR-nál többet megjeleníteni. Eddig szabvány szerint meg tudtunk jeleníteni 0,1 feketétől szabvány szerint 100-120 nitig fényesség értéket. Az ITU szabvány ide van pozícionálva. Ezt 8 bites színmélységgel meg tudtuk tenni, Full HD-ig, oké. Okay. De Dávid, lehet UHD-t is masterelni SDR-ba? Igen, lehet. Most csak arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a kettő között. Mint nagyon fontos, megjelenítési technológia, nem rögzítési technológia. A, tegyük fel, CX OLED, nagyon sokan vesznek ilyen típusú OLED panelt, vagy az LG-nek ezeket az OLED paneleket, ezek nem feltétlenül jók HDR-be, de azért tudnak 700 nitet. Tehát a fényessége az egy 10%-os ablakban, kb. 700 nitig, 600-700, és nem tudom, meg kéne olvasnom pontosan a monitoromnak a kalibrációját, vagy a tévének a kalibrációját, de hogy kb. Ennyit tud. A HDR szabvány szerint tartalmaz egy nagyobb color gamutot, ez a REC 2020, aminek jelenleg nem tudjuk megjeleníteni a 100%-át, még a 25.000 dolláros monitor sem tudja a 100%-at megjeleníteni, de vannak olyan lézerprojektorok, amik egész közel állnak hozzá, de van egy color gamut, tehát a REC 709-hez képest több színt tudunk megjeleníteni, van fényességértékben 0,1 és 100-120 helyett a Dolby Vision szabvány 10.000-ig megy, amúgy a HLG azt hiszem, hogy 1000-ig, de majd erről is talán pontosabban, ebben azért a tudásom még nem 100%-os, mert HLG-t nem nagyon használok. Van nekünk egy bit mélység változásunk is, 8 bitről 10-12 bitig képesek vagyunk megjeleníteni, hiszen a panelek működnek, illetve van egy felvontás és egy FPS változásunk, ugye UHD alapvetően 3840x2160, de nyilván lehet kisebbet is, nagyobbat is, de ez a szabvány, és akkor FPS-ben meg akár 120 kockáig tudunk fölmenni, lásd Gemini Man, ami egyébként itt forgott, és mindenféle speciális moziból lett levetítve, ahol ez képes megjeleníteni a projektor, vagy a mozi gép. Szóval SDR, HDR. A HLG az a HDR-nek egy típusa. Van HDR10, HDR10 plusz Dolby Vision, a HLG az hibrid log gammát használ. És ez nagyon fontos, mert alapvetően a HDR szabványok úgynevezett PQ gamma görbét, de ez így nem helyes, hogy gamma görbét, mert ennek ez a neve, hogy PQ, tehát eddig gamma görbék voltak, most PQ-nk van, ami direkt számokat közvetít. Tehát hogyha PQ-ba, HDR-be valami 200 nit, akkor a tévét 200 niten fogja azt megjeleníteni, hogyha meg tudja jeleníteni. Gammában nem ez volt. Gammában az volt, hogy volt a tévéd, mit tudom én, 0 és 200 között, és akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor ez egy 2.4-es gamma, tehát akkor ennyivel teszem ide, meg ennyivel teszem, arányítom a készanyaghoz. A PQ-nál nem így van. A HLG ennek az összesítése. És akkor most tegyük rendbe a dolgokat, mert ez volt a technika is, talán ez volt eddig a legmélyebb, amit így magyaráztam, csak ez nagyon fontos megérteni, hogy ez egy megjelenítési technológia, nem egy felvételi technológia. Amikor te beállítod a kamerán, hogy te HLG-t fogsz rögzíteni, akkor annyi történik, hogy nem logaritmikusan rögzíted a képet, amiről beszéltünk korábban, hogy nem azt mondod, hogy a fekete az mondjuk 10-nél van, vagy 15-nél, és a fehér meg, mit tudom én, 90-nél, tehát nem így rögzíted az anyagot, hanem kvázi lineárisan a HLG görbének megfelelően, viszont a dinamika tartományod alapvetően nagyobb, és amikor a tévédbe beraksz egy HLG anyagot, vagy az arra alkalmas lejátszó eszközre legyen szó, telefonról, YouTube-on, teljesen mindegy, akkor ez az eszköz, ez érzékeli, hogy ő most HDR anyagot kap,
és HLG-be kapja, aminek van egy matematikai fogalma, ahogyan ő meg fogja jeleníteni az anyagot. Ha HLG-t rögzítesz, az kvázi olyan, mintha lineárt rögzítenél, de HDR-ben. Uh-huh. Tehát a fekete a helyén lesz, és a fehér is a helyén lesz. A HLG vagy az HDR között addig van különbség, hogy nem rakom be egy vágóprogramba, és nem exportálom ki. Így van, mert a vágóprogramod az annak megfelelően fogja megjeleníteni, ahogy be van állítva. Hogyha van egy HDR monitorod, és a Resolve-ba HLG-t akarsz monitorozni, és a monitor beállított HLG-re, akkor HLG-t fogsz látni, ergo 1000 nitig fel tudsz menni. Ugye az HDR szabvány az csak 100-120 nitig megy föl. Tehát ez a különbség. Nagyobb gamut, jobb fényerő. De ez a megjelenítés, de hogyha én mondjuk a HLG-t berakom egy bármilyen anyagba, egy timeline-on megvágom, és kiexportálom, akkor hogyha a kiexportálásnál én nem állítom be azt, hogy HLG, hanem nem tudom, amik alappreszetek vannak, akkor igazából elvesztem a HLG lényegét? Nem, vagyis nem feltétlenül. Mondok egy példát. Uh-huh. Berakod a Premiere-be a HLG anyagodat. Mit fogsz látni? Alapvetően REC-209-es környezetbe raktál be egy HLG anyagot. Ez kb. Olyasmi lesz, mint a log, de mégsem, mert nullára van téve a fekete, és 100-on van a fehér. Miért mondom azt, hogy mégis ez az egész flat, vagy flatebb lesz? Azért, mert lehet, hogy a te monitorod az 2.4-es gammával azt mondja, hogy oké, okay, hát nekem van egy ekkora anyagom, hát itt van a fehér pontja, itt van a fekete pontja, hát ez stimmel, hát én megmutatom innentől idáig, és onnantól kezdve te kontrasztosan látod. Uh-huh. De valójában nem ez történik. Ez csak a te monitorod, ami így jeleníti meg ezt az adott anyagot. A programod még REC-209-ben van állítva, aminek van egy alapgammája, ami alapján neked beállítja, de nem az a valóság. Uh-huh. A valóság az lenne, hogyha egy monitorozókártyán kifelé kiküldenéd a HDR jelet, a monitorod átállna HDR-be, megmondanád neki, hogy HLG-be jelenítse meg, és akkor ő szépen HLG-be megjeleníti. Ezt egyébként lehet, hogy levideózhatnánk és megmutathatnánk, ha már itt van ez a remek monitor, a videóasszisztió hatából, az Gondi Balázsta. Szóval, ha már itt van, akkor ezt meg tudjuk most mutatni. Ez össze van húzva. Ja, figyelj, viszont egy nagyon fontos dolgot azt elfelejtettünk, hogy ezt ezzel kell felvenned. Meg fogjuk mutatni, hogy mi a különbség a kb. A HDR meg a nem HDR között, és ezt egy HLG anyagon fogjuk megmutatni, ugye a Nikon-nak a nyersanyagával, hogy kell HLG-t csinálni. Hát először is most miben van állítva a projekt? Abban van állítva, hogy color managed, és ugye wide gamut intermediate a story, de REC-709, ami kifelé megy, de nekünk az nem jó, hogy REC-709 megy kifelé, úgyhogy átállítom ezt az egész történetet, és megnyomom a szévet, egyből látszani fog, hogy a kimenő jel az változott. Uh-huh. Láttad? Lejjebb ment az egész egy picit. Át tudjuk állítani itt a scope-okat, jobb alul, és azt mondjuk neki, hogy HDR vagy HLG, ugye átállt most HLG-ben 1000 a maximum. Uh-huh. Nálunk most elméletileg a scope-on 1000 ez itt fönt, ez a rész. De ugye most mit látunk a monitoron? A monitorunk még mindig REC-709-ben van, ezért tulajdonképpen ugyanazt látjuk, mint ezen a monitoron, uh-huh. csak az egyik kicsit sokkal drágább, 25 000 dollár, a másik meg 500 000 forint, vagy 400. Szóval, hogy ugyanazt látjuk, mert hogy nem nincs beállítva, de a jel még attól HLG. Viszont, ahogy mondtam szóban is, hogy ez kb. Ugyanúgy néz ki, mint a REC-709, szóval, hogy egy egész jól néz ki, érted? Nem érzed azt, hogy olyan flat lenne, van neki fehérje, meg mit tudom én. Na, de állítsuk át akkor a monitort, és akkor nézzük meg a True Power-t, hogy akkor mi is van itt. Első dolog, hogy van nekünk itt gamutunk, ami BT-REC-709 helyett BT-2020 HLG. Ezzel színesebbek lettünk, alig látszódott, mert hogy a range az jelenleg nem video level, hanem SMPT, extended, és az EOTF-et gamma 2.4-ről feltesszük HLG-re 1200-ban. Uh-huh. Ez most 1200 nit, de mehetnénk 3000-ig is. Látjuk, hogy a kettő között, és ez csak az iPhone fogja most megfogni, mennyivel fényesebb. Igen. Azért, mert hogy ő itt felül, ott ő tényleg most ezren fog píkelni. És azt meg onnan tudjuk ellenőrizni, hogy ő bizony ott van, most látszik 1000-nél. Viszont, hogyha most azt csinálom, hogy oké, okay, én nem akarom HLG-re mappolni ezt az egész anyagot, hanem REC-709-re szeretném, akkor fogom, visszaállítom szépen a monitoromat, nem HLG-re, hanem BT-709-re, az EOTF-em, tehát az
elektro-optikál transformom az nem default lesz, hanem gamma 2-4, mert az a REC-209, egyből besötételtünk ugyanoda, ahova kellett, illetve ez az extended, ez video level, és mindent beállítottam? A Hammer Video Range megy ki, ugye? Igen. És akkor most megint ott vagyunk, hogy visszaállítom a scope-ot, csak azért, hogy rendesen lássuk a dolgokat, hogy ne ilyen HDR-HG legyen, hanem legyen itt egy ilyen percentage, hogy 100-ig legyen fönn, és akkor látjuk, hogy az előző grade-em az ugyanúgy REC-209-be is megáll. Mi a kettő közt? Ja, bocsánat, mini disclaimer. A monitoroknak van egy ilyen, hogy betekintési szög, igen, és igen. Lehet, hogy más lesz a színe a kettőnek, pláne a kamera miatt, de hogy most itt ez a helyzet, mert hogy nem tudjátok mindent innen nézni, pláne nem abból a szögből, de nagyon jól látszik, hogy a kettő között drasztikus különbség fényerőben jelenleg nincsen. Ha jól érzékelem, akkor ez akkor jó, hogyha tudjuk, hogy a végtermék és a vég megjelenítő eszközünk képes a HLG-re, de hogyha nem képes, akkor erre nincsen szükségünk. Szóval a HDR technológia az egy lehetőség jelenleg, mert a megjelenítők azok képesek megjeleníteni ezt a színtartományt és ezt a fényességtartományt, amit ott beszéltünk, csak még egyszer ismétlésképpen, Iture 209 0,1-től 100-120-ig, HLG ebben az esetben 1000-ig, 1200-ig, 3000-ig, attól függ, ameddig szeretnénk. Most előbb mi itt 1000-et néztünk meg, mert a monitor tudna 3000-et is. Például egy ilyen hibrid gépnél legtöbben halokba rögzítenek, akkor valószínűleg úgy dolgoznak vele, hogy van valamilyen lút, amit rátesznek, és azt masszírozzák, hogy azt jól tapasztaltam el, hogy nem mindegy például Premiere-nél, de gondolom a DaVinci-nál se, hogy a lút az hova kerül, mert a Premiere-nél ugye annyira te is ismered, hogy vannak különböző fülek, és akkor van a basic, a legelső fül, és van a kreatív, és hogyha a basicben raktam be a lootot, és utána módosítottam, az kevésbé helyrehozhatóbb dolgokat hozott létre, mint hogyha a kreatívba raktam be, és előtte kezdtem el módosítani. Így van. Ez a Premiere-nek az egyik nagy, hát nem tudom, én számomra értetetlen magyarázat nélküli része. És mondom ezt úgy, hogy azért van egy 15 év tapasztalatom Premiere vágásban is, szóval, hogy szerintem a 15 ez még meg is állja a helyét, mert kb. Ez a leg általam is régebben legtöbbet használt program, csak amikor color irányba kezdtem el érdeklődni, akkor láttam a limitációit, és valóban úgy van, hogyha Lumetri color részt használjuk, akkor ott tulajdonképpen layeresen vannak ezek a döntések megfogalmazva, tehát azt hiszem úgy van fölül, hogy van valami basic rész, és akkor azután van a kreatív. És hogyha be tudod rakni a lootot az input lootba is, meg be tudod tenni oda a kreatívhoz is. De jó Isten megmondja, hogy mi a kettő között a különbség, vagy valaki elolvassa a Premiere-nek a leírását. Amikor elolvastam, ez mondjuk egy fél éve volt, akkor konkrétan ilyenek voltak odaírva, hogy hát, hogyha ezt a gombot bekapcsolod, akkor a másik oldalon nagyobb eséllyel lesz jobb képet. Szóval, hogy nem volt leírva semmi, ami végtelenül megmosolyogtatott engem, és akkor, mert hogy ez mindig előjön, hogy a Premiere-ben mennyire lehet jól fényelni, és ugye hát mindenhol jól lehet fényelni igazából, szóval a végeredmény, hogyha neked tetszik, és könnyen eléred a túlokat, akkor lehet ott is fényelni, végül is az is egy program. Az nagyon fontos az, hogy a lutot hova tesszük, vagy hova nem tesszük, és ez is annak az ismeretében fontos, hogy milyen workflow-t választunk ki tulajdonképpen. A pipeline az, hogy van felépítve. Mit nevezünk jónak, vagy mit nevezünk rossznak, vagy miért mondhatná valaki azt mondjuk, hogy akár egy Nikon Z9 az jó, míg mondjuk egy Canon 60D rossz? Hogyha valamihez mérni kell a dolgokat, akkor mi általában a szabványhoz szoktunk viszonyítani, mert a szabványt azt azért írták le, hogy az legyen az origója ennek az egésznek. Tehát, hogy remek, hogy van egy méter rúd valahol, és akkor az egy méter, de hogyha valaki azt mondja, hogy nekem ez az egy méter, akkor onnantól kezdve kidönti el. Hát úgy, hogy valaki nagyon keményen leírta egy papírra, racionális a science szinten, hogy ez lesz a szabvány. Hogyha szabványhoz mérünk dolgokat, akkor például meg tudjuk azt nézni, hogy az adott kamerának a manufaktúrája beállította-e a picture profilt szabvány szinten, vagy nem. Ugye itt jön elő az a nagyon régi kérdés, hogy most akkor Canon, Sony, Nikon, és hogy melyiknek jobbak a színei. Ugye ilyenkor mindig arról beszél az ember, hogy
a lehetőségekhez képest az emberi szemnek az adott manufaktúra hogyan reprodukálta a színeket. És valóban a Canon az általában egy kicsit közelebb szokott lenni valahogy a naturálishoz, mint mondjuk a Sony. Úgy általánosságban mi mondható el, amikor ilyen hibrid vagy mérc gépeknél beszélünk arról, hogy 8K, 4K, 4K 120 fps, vagy 50, vagy 25 Full HD, hogy ilyenkor neked mik a tapasztalatod a nyersanyagokkal, mit látsz ezekből? Jelenleg a 8K az nem szükséges. Főleg amiatt, mert ugye 8K-nak akkor lenne értelme, hogyha abban tudnánk megjeleníteni. Nyilván egy teljesen más kérdés, hogyha mondjuk egy nagyobb költségvetésű filmnek, mondjuk a VFX departmentjének gyártott speciális anyagról beszélünk, mert a több pixelből könnyebben tudnak számolni, szóval azt most tegyük félre, mert hogy maradunk a konzumer vagy prozumer keretek között. Viszont az nagyon fontos, hogyha szimpla, nagyon egyszerű matekről beszélünk, akkor van egy 4K, 422, 10 bites anyag, 400 megabiten rögzítve. Lehet, hogy ez az eszköz, és én ilyenekkel találkoztam, az 8K-ba 420, 8 bitet fog rögzíteni 100 megabiten. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy több lesz a pixeled, de a pixel információid összeadódnak. Pont annyiszor jobban, mint hogyha 4K-ba vetted volna föl. A 8 bites 420 100 megabitet, hogyha összekicsinyíted, mint amikor közelebb mész a plakáthoz az utcán, akkor összeadódnak azok a pixelek, ergo neked végeredményben egy 422 anyagod lesz 4K-ban. A színmélység az egy másik kérdés, de ha valamit 4K-ba rögzítesz és 4K-ba akarod megmutatni, akkor én szerintem dolgozzunk 4K-ba addig, ameddig a szenzor nem mutat többet 8K-ban. És amíg nem tudod azt biztosan, hogy azok a beállítások, amiket 4K-ba használsz, vagy amit 8K-ba használsz, azok különböznek egymástól matematikai értelemben. Na most ez például egy jó példa lesz majd, hogyha megnézzük a nyerseket, mert a Nikon Z9 beállítások alapján amúgy H255 10 bit 8K-ra képes. ProResben nem, ott csak 4K, de hogy a H265 10 biten tudja hozni a 8K-t, úgyhogy ezt majd megnézzük a monitor mögött, hogy ezt tényleg úgy hozza-e, vagy nem. Ezt a három nyerset meg így bedobom. Valóban ebből 2 8K, 1 4K, ugye az egyik, az, vagyis hát UHD tulajdonképpen. Itt én kapásból látok egy világítás, beleálltál a fénybe szerintem. Lehet, hogy csak az felvételindítás. Igen, valószínű, hogy igazad van ebben, hogy csak a felvételindítás. Szerintem nézzük rá egyelőre, hogy mit ír ki nekünk itt a Resolve, aztán majd a subsamplinget is kiszedem. QuickTime konténerben van nekünk H265-ünk, és a 8K-nk az level 6.1-es, a H265 4K-nk az pedig level 5.2-es. Ez mit jelent? Nem tudom. Vannak a H265-nek leveljei, és az egyik jobb, mint a másik. Bele kell nézni a white paperbe pontosan, hogy tudjam, hogy mi a különbség a kettő között. Nem tudom. De egyet se félünk, mert hogy megint megnyitjuk a fight locationbe, és megnézzük gyorsan itt a média infót, mert hogy ez kicsit részletesebb a tekintetben, hogy vajon mi lehet itt a történet. Most ugye az UHD-t nézzük, az UHD az valójában tényleg hevet kodák, tehát H265, 420 igen. Nekünk, nem azt 422. Mondjuk, azt nem is hirdeti amúgy, bármint, hogy ez nem a ProRes, mert a ProResre hirdeti csak a Nikon a 422-t, és hát most, hogy beszélünk, rakódik nekem is össze a kép, hogy a H265 az mindig 420. Ebben az esetben viszont jobb, 8K. 8K. Például a Sony az a 422 4K-t azt H265 10 biten képes rögzíteni? Igen.
A 4K-t, azt 4K2 10 bit, 400 megabit. A H265 és a ProRes között alapvetően az a különbség, hogy a H265 az egy delivery codec, ráadásul streamlet kitalálva alapvetően, könnyebb lerögzíteni, és amúgy nagyon szép, tehát hogy én például csak H265-öt exportálok delivery codecnek, mert nagyon szép, és amióta az Nvidia, meg hát az M1-es Mac-ek is tudnak enkódolni, meg dekódolni H265-öt, emiatt gyors is. Tehát régebben az volt, hogy ez prociból számoltad ki, akkor az iszonyatosan sok idő volt, de tényleg, most már ez nincs. A ProRes az intraframes kodák, a H265 pedig adott esetben longopos, ami például lehet ez a löbetű itt, hogy lö 5.2, és ez lehet a gopra vonatkozó információ, hogy mennyire vannak egymástól a gopok. Nem tudom, hiányos a tudásom ebben, utána kéne olvasni, hogy most melyik. Ugye a longop az meg azt jelenti, hogy mit tudom, van 20 kocka, és akkor azt mondja, hogy vannak, ugye ez az interframes rögzítés, hogy van egy kocka, ami keyframe, és ahhoz képest viszonyít a következőre, vagy prediktál, vagy pedig csak a változást írja le. Ennek is van matekja, el lehet jönni a workshopra, és akkor lehet jó sokat hallgatni ezekről a hülyeségekről. Nézzük meg, hogy akkor mi van. 8K az micsoda. Nézzük meg a 8K-ról, hogy ő micsoda. Jelen esetben ugyanúgy ez az L6.1, ami igen, 7.6K, de 8K-nak hívja, ez 4.2.2 10 bit, bocsánat, 4.2.0 10 bit, tehát hogy a subsamplingje ugyanolyan. Ezt tulajdonképpen ilyen stressztesztnek lehet nevezni, hogy az egészet megpróbáljuk szétszedni, és ehhez most én bekapcsolom a color managed dolgokat, megmondom neki, hogy input color space-be, csak ugye most ilyenkor nem aktív a történet, úgyhogy berakom color managed-be a projektet, mert hogy előbb láttuk, hogy ez egy tök jó út, ahol működni tud, úgyhogy én vágygomút RGB-be dolgozok, kifelé 2-4, oké, és ő nekik itt aktiválódott egy jó kis menüpont, amiben megmondom, hogy nem RE 209 szín, hanem ő bizony N-log. Onnantól kezdve be is húzta ezt az egész történetet, és azért valljuk be, hogy azért nem olyan szörnyű a végeredmény, de itt még jobban látszik, hogy bele van állva a fél. Ami fura, ezt most nem tudom megmondani, hogy mi változhatott, mert mondom, hivatalosan nem volt semmi olyan dolog, ami változott volna, de látom a változást, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Kezdjük el szétszedni ezt az anyagot, hogy biztosan szétszakadjon nekünk egy olyan irányba, ami kell. Ugye nekem ehhez kéne egy jó kis pöréd, mert hogy ott látom, hogy mi van, meg általában megszoktam, hogy azt nézem, és akkor fogjuk fölfele, meg lefele, így elkezdem szétbarmolni az anyagot, nagyon durván, hogy tényleg szétjöjjön, és még egy jó kis szaturációt is így rádobunk, hogy jól szétmenjen. Na, és akkor látjuk is gyönyörűségesen, amik meg szoktak jelenni az ilyen típusú anyagoknál, gyorsan rádobom ezt a grédet a másikra is, de hogy már itt gyönyörűségesen látjuk, hogy megjöttek nekünk ezek a csodás blokkjaink, ami ugye azért van, mert ugye 4-2-0 az anyag, és az egymás mellett lévő színek, azok ezeken a blokkokon belül össze vannak átlagolva. Tulajdonképpen összeadódnak, és átlagjuk van, mert matematikailag ez így nem pontos, de emiatt jönnek létre a blokkok. Na most, hogyha ez 4-4-4 lenne, akkor nem történne ez meg, mert hogy ott nincsen semmilyen szétesés. Most, ha visszajövök ide, akkor itt ugyanazt fogjuk látni, viszont lényegesen drasztikusabb ez a combó. Ez a 8K most, amit látunk. Az első anyagunk a 8K. Tehát az, amit te mondtál, ami jobban szét van esve, a másik meg ugye kevésbé. Akad a kérdés, hogy melyik a jobb egyébként. Én arra szavaznék, ahol kevésbé látszik a probléma, de ez nem jelenti azt amúgy, hogy az a jobb. Tehát elméletileg a több részlet az jobb. Mert hogy több részletet rögzített a kamera, és ugye nálunk most ez működik is, mert ugye a Resolve-ban most a háttérben az történik, hogy ugye a 8K-t ő behúzta egy 4K-s timeline-ra, és ugye akkor ott összeadottak a pixelek, ergo sokkal több a részlet, így is van, tehát hogy ez látszik a kettőn, hogy amíg itt az történik, hogy ezek a blokkok, ezek dupla olyan nagyok, itt fele olyan nagyok, nézd csak, itt ez a kocka, ez most konkrétan ekkora, hogyha most arrébb húzom, akkor meg nagyobb a kocka. 4.2.0 8K-ból, 4K-ban 4.2.2 lesz, hiszen összenyomjuk ezt az anyagot. A 4.2.2 4K pedig jobb,
mint az originál felvett 4.2.0. Aha, 4K. Ja, értem, hogy akkor inkább érdemes 8K 25 FPS-be föl, ha 25 FPS-be veszünk föl, most nem menjünk bele, hogy mit tud azon belül a Nikon, 25 FPS és 4K a végcél, akkor inkább érdemes a 8K-ban rögzíteni, és utólag 4K timeline-ra rárakni, mint 4K 4.2.0-val fölvennünk. Ebben az esetben, mivel a 4K is 4.2.0, meg a 8K is 4.2.0, de a végkimeneti formátum az 4K lesz, ezért érdemesebb 8K-ba forgatni. De például a Sony A1-nél, amit néztem, ott például ez pont nincs így. Mert ott képes a kamera 4K-ba 4.2.2-t rögzíteni. És a 4.2.2 4K, meg a 4.2.0 8K az ugyanaz. Hogyha 4K a kimenet, vagy bocsánat, hogyha UHD ugye a kimenetet. Most, tehát a 4K az DCI 4K, az UHD meg UHD az ugye 3840, a másik meg 4096. Ugye? Szóval ez a különbségek között, csak hogy ezt tisztázzuk, hogy a UHD meg a 4K. Szóval igen, ennél a kameránál úgy tűnik, ez alapján a, ez alapján a két felvétel alapján, hogy érdemesebb 8K-ba forgatni. Szerintem ezt eléggé körbejártuk ezt a témát, és igazából tökre jól átbeszéltük ezt, hogy milyen felbontás, meg a HG, meg a log. Tudomásom szerint neked vannak amúgy ilyen jellegű kurzusaid is, ilyen fényeléssel kapcsolatos kurzusaid. Igen, igen. Köszi a lehetőséget. Igen, van ilyen workshop, engem kell elérni. A honlapomon fenn van az e-mail címem, de egyébként... Hát jó, tulajdonképpen így érjetek el, és akkor átküldöm hozzá az adatokat, ez ilyen 24 óra szokott lenni, mindenféle izgalmas anyaggal, science, color, hát és nem tudom, láttatok, hogy körülbelül hogy beszélek ebben az időszakban, én vagyok, és akkor elmondom ezeket a dolgokat. Eddig több mint 100 ember volt rajtam, és nagyon jó a visszajelzés, úgyhogy gyertek. Jó van. Köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem, sok hasznos információt tanultatok meg a fényelésről, illetve a Nikon Z9-nek az anyagaival kapcsolatban. Én nagyon sok mindent tanultam meg a Láposi Dávidtól az interjú folyamán, és hogyha ti is szeretnétek esetleg többet tanulni a fényelésről, akkor jelentkezzetek a Láposi Dávidnak a workshopjaira. Ennek a linkjét majd a videó alatti részen fogom beadni nektek. Én Oliver voltam az F-estekből. Ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.